Ez érdekes volt. Hát jó, akkor megyek a HS-hez. Ez egy eléggé furcsa mellékküldetés. Most nekem halálkom olyan turkálom kellene mások szemetében, vagy mi? Vagy most a térképemen kijelöltek dolgokat, vagy mi a franc? Hát nem látok semmi ismit. Jaj, megint van egy P betűs, ez nagyon nem tetszik nekem. Mindegy, menjünk akkor a közeli hár. Várj, csak nem lehet, hogy ez közelebb van az éjszak, de amúgy kb. Ugyanolyan távolságra van, szóval akkor lehet, hogy inkább már ezt látogatom meg itt. Csak kellene egy új autó, mert nem szeretek törött autóval utazni. Ó! Oh. Ez lehet, hogy pont ideális lehet. Na, nem, azt nem tetszik nekem. Igen, válogatós vagyok. Ez ugyanaz. Csak pirosban. Mi a fasz? Ez elég érdekesen nézett ki. Ó, most már kijelzi, hogy hol találtok ilyen... Ó, értem. Tehát ez ilyen... Ez gyakorlatilag már ilyen tendencia ebben a játékban, hogy random kijelölget ilyen helyeket, és akkor ott álljál meg szépen! Ó, az is jó lesz nekem. Nekem az is bőven megfelel. Köszönöm szépen. Szóval kijelzi ilyen körben azt a területet, ahol nekem vizsgálódnom kellene, és találnom dolgokat. Hát jó. Igazából ez jobban tetszik nekem, úgyhogy inkább ezzel szeretnék neki vágni az utamnak. Ki a tökön vezet Rolls-Royce-t? Egy piros pöttyös alsó nadrágban, semmi másban. Jaj, már bocsánat, hogy az alap nevét, tehát azon a nevén hívom az autókat, amikről mintázták, de ez ugrik be először, nem pedig az, hogy Diamond, nem akarom összetörni az autómat. De ahhoz képest, hogy ez egy ilyen luxus autó, eléggé sportos. Sőt, ez nem is biztos, hogy Rolls-Royce, mert ugye a Bentley volt az a cég, aki gyakorlatilag felturbózott Rolls-Royce-okat árult többnyire. Vagyis hát nem is biztos, hogy igazából azokat is árultak szerintem, mivel azért kétségtelenül voltak ugyanolyan autóik, mint a Rolls-Royce-ok, tehát tudja, hogy azokat tuningolgatták fel. De már ugye vannak saját autóik is, de ja, lehet, hogy inkább egy Bentley. Akkor ez az autó, de nem mintha ez annyira fontos lenne, csak úgy érdekesebbként mondtam. Viszont nagyon élvezetes ilyen tájakon vezetni, tehát ez nagyon tetszik nekem tényleg, hogy ilyen szép területeken lehet rallizni akár egy Rolls-Royce-szerű autóval is. És már gyakorlatilag teljesen megbarátkoztam az autók fizikájával, illetve a vezetéssel ebben a játékban. Júj! Bassza, meghúztam az oldalát! Na meg össze is törtem, jó? Oké. Ennyit erről. Akkor már nem olyan élvezetes autót vezetni, amikor meg van törve. Akkor már igazából leszarom, és mindennek neki megyek, aminek csak nem szégyelek. Azért valljátok be, hogy ez szép volt. Ismerjétek be.
Az már kevésbé. Viszont az az autó... egy fos. Jobbra számítottam egy hirtelen első látásra. Ah, mekkora kamionok. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg annak a... vajon annak a... ami az előbb ment el, nem tudom, figyeltetek-e, ilyen autószállító kamion. Mert ugye ilyen trailer volt rajta, vagy nem is tudom mi a franc, tudjátok, amire ilyen rengeteg sok autót lehet tenni, hogy vajon annak a hátulját le lehet nyitni ezzel az akciógombbal, ugye a D-pad jobbrával. Majd ha egyszer találok egy olyat, akkor kipróbálom. És most hirtelen jutott eszembe, hogy most hova kellene mennem? Ó, basszus. Tehát, de várjál, hát rossz felé mutatott akkor a GPS, hát azért ez nem semmi, nem... Hát ez... nem találok szavakat. Jaj! Gyönyörű szépen, nagyon szépen megkarcoltam a hátulját. Jaj ne, rossz fele jövök szerintem, ez megint egy ilyen hülye katonai bázis lesz. Ja, hogy nekem be kell törnöm a katonai bázisra, ugye? Ó, hát ez felettébb érdekes vállalkozásnak ígérkezik. Én szerintem inkább el... bazd meg. Lehet, hogy kellene valami repülőjármű, amivel könnyebben meg tudnám ezt a helyet közelíteni. Csak... honnan szerezek én most ilyet? Tehát tudja, hogy ide vagy a katonai bázisra kellene bemennem, de... akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy... ide taxizok, mert én nincs az Isten, hogy azt levezessem azt a távot. Mondjuk jó, csak 4,2 mérföld, de akkor is. Taxit nem szokott nagyon járkálni. Ó, értem, tehát... ja, aha, szóval... ú, bassza meg. Jó, akkor én azt fogom csinálni. Akkor egy életem, egy halálom, ezt ki fogom próbálni. Ide jövök. Csinálok egy quick save-et. És betörök a katonai bázisra. És akkor meglátjuk, hogy... hogy mit tudok alkotni. Hát előveszem a telefont. Oké, kus. Mentés. És akkor... B-török a... katonai basszisra, valahogyan. Hát, menjünk. Meglehetősen könnyen be lehet törni egy katonai bázisra, nem gondoltam volna ennyire egyszerű. Persze az már más kérdés, hogy kijutni annyira nem egyszerű, de a bejutással olyan nagyon nagy problémáim nem voltak egyelőre. Illetve nem is az, hogy kijutással lesz probléma, hanem így a... egy eljutni a chopperig, meg ilyen, vagy chopperig, bocsánat, a helikopterig, nem biztos, hogy túlzottan egyszerű lesz. Szerencsére van nálam egy kis tűzerő, szóval annyira nagy probléma, remélhetően nem lesz vele. Már így befújták a riadót, tehát, de nem tudok egyszerre úgy bejönni, hogy ne vegyen észre mindenki, szerintem nem is nagyon lehet igazából. Tehát egy katonai helikoptert fogok én most elcsolni szerintem. Legalábbis én erre tippelek. Ha már itt vagyok a katonai bázison. Akkor, aha, ott már látom a távolban. Az nem is katonai, vagyis de, az katonai helikopter. Csak azt hiszem, hogy az... ja, de azt használjuk bevetésekre. Csak az nem olyan katonai helikopter, mint ami például a régebbi GTA-kban van, ugye. Vagy a GTA... hát igazából a GTA 4-ben is volt az az Annihilator. Tehát a... az ilyen, olyan helikopter, amiből ugye lehetett ülni, ez viszont inkább ilyen csapat szállító helikopter cuccnak tűnik. Nem haltál meg? Nem. Most már igen. Na, itt vagyok.
nem is volt annyira vészes, mint gondoltam. Na és most hova is kellene vinnem ezt, mert ez nem teljesen tiszta számomra. Mi a franc? Who's the military chopper? Ó! Oh. Oké. Okay. Hol? Felettem? Ó, oh, látom. Hogyan kell... Jaj! Aha! Értem, tehát ez így akkor annyira nem lesz mégse egyszerű. Nem tudok ebből lőni valahogy? Mert nem lenne rossz egyébként, de... Na mindegy, inkább lelépek akkor. Már ha ezzel le tudok lépni. Fú, basszus. Én remélem, hogy ez gyorsabb, mint a... Mint az, amit... nem. Nem nagyon tudom literázni. Habár... De egyre messzebb került tőle. Akkor zsiráf. Jól van. Hamarosan le is rázom szerintem. De remélem. Oké, okay, sikerült. És jó irányba is megyek, mert szerintem... Igen, igen, pont ugyanoda kell mennem, amit kijelöltem célpontként. Michael már letudt az iskolát, úgyhogy megnyugodhatsz. Oh, hi Trevor! The Air Force are missing the chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick! Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Ez a helikopter irányítás. Szállj már le. Na, ez egész könnyen ment. És mekkora állat, ezt elviszem. Most pedig megnézem a... Várjunk csak, mennyi pénzem van? 166, és mennyibe kerül ez a cucc? Mert lehet, hogy megvehetném akkor ezt a hangárt, vagy... Ja, várjál, ez nem is ez a hangár, picsába. Az... Ó, basszus, ez hol van? Volt itt egy olyan hangár, amit megvehettem volna, de végül is úgy döntöttem, hogy nem... Ja, várjál, ez lesz az itt. Ó, most oda menjek vajon? Mert végül is megvehetném, mert van rá pénzem, de hát mondjuk, hogy fölöslegesen csak úgy nem fogok oda menni, de... Hogyha találok menet közül egy taxit, akkor lehet, hogy oda megyek. Habár itt a... Mit van helikopter, azzal is oda mehetek. Ja, várja, ezt elvihetem egyáltalán? Ez ingyenes? Vagy... Nem tudom. Ó, értem. Na mindegy, megyek ezzel a batárállattal itt. Sand King. Na, akkor most már nem egy ilyen Dakar rally-szerű terepjárunk van, hanem ilyen furgon. Ja, várjunk csak, lehet, hogy már a... Ja, nem. Azt hiszem, hogy San Andreasban még volt Sand King. Igen, abban még volt. Tehát, mármint, hogy abban még egy terepjáró volt. Itt viszont már nem. Itt már egy nagy batár. Ilyen... Pickup, furgon, akármi. Ez tegnap nem került felvételre, mivel videón kívül történt meg velem, de találtam egy új bandatagot, akit hát felkérhetek majd munkákhoz, méghozzá egy sofőrt, bár nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, mivel elmondom, hogy találkoztam vele.
Hát csak úgy vezetgettem össze-vissza a játékban, és az egyik autópályán, vagyis hát nem is, hát így az autópályának a két sávja közötti árokban láttam egy lángoló autót, és akkor oda mentem segíteni az embereknek, és ott volt egy nőci, aki aztán elmesélte, hogy egy balhé kicsit rosszul sikerült, és ezért kigyulladt az autó, felborultak a rendőrök, küldözték őket, meg ilyesmi. Úgyhogy mostantól őt is tudom felkérni munkákhoz. Na, megveszem ezt az épületet. Hát, jól van akkor. What's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, this is gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Viszont ezt a járművet elviszem. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, man. We use these to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Egyszerű, tehát... Tehát beszálltam egy járműbe, és most rögtön berakott engem egy küldetésbe, hát ez fantasztikus. Pusztulna éhen. Aki ezt kitalálta, hogy csak úgy beszállok egy járműbe, és minden jel nélkül berak egy küldetésbe, nem mindig. Tudja, hogy valami lövöldözés is lesz itt. Vagy nem? Na, meglátjuk. Már jönnek érte szerintem. Lekapcsolom a lámpámat. Hát, ha így nem vesznek észre, olyan... Könnyedén! Hát ezt egybe kaptam. Hova? Hát, jó, ó. Meddig megy ez a szar egyébként? Nem túl sokáig. Ja, hogy csak vissza kell, hogy hozzam? Ennyi? Ó, értem. Hát, tehát erre van az a jármű, tehát akárnyiszer beszállok, akkor... Ad egy ilyen feladatot, hát ez eléggé könnyű volt. Na mindegy, most a repülőset inkább nem próbálom ki, mert tudom, hogy úgyis ebből is az lenne, hogy most... Ja, várjunk csak! Á, jó, oké, mindegy, most hagyom inkább. Vagy, hát... Most az is lehet, hogy csak egyszer kell megcsinálni, nem tudom.
Kipróbálom, hogy mi történik. Beszállok a rápülőbe. Raepülő. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Hey! Oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is this. Custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast. Oh, okay, man, then. Ah, hang on. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got two deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Easy. Roger. Oscar. Trevor. Tehát akkor... Oké. Okay. Tehát most nekem kell ledobnom a cuccost. Kapis. Mivel is kell ledobni, mert az nem teljesen tiszta számomra, de majd úgyis ki fogja jönni, csak akkor legalább időben szóljon. Nehogy ilyen átmenjen egy quick time eventbe az egész. Már látom a helyet, csak... Oké, alval. Hogy? Bazd meg. Hát ez gyönyörű volt a kurva életbe. Most megint mehetek újból, jaj de jó. Jaj, imádom ezt. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Hey! Oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is this custom fitted for... Elég egyenetlen ez a felszálló pálya. Kifutó pálya, bocsánat. Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. No profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. Menő, hogy ilyen... Júj! Bele ne esik a vízbe. Menő, hogy ilyen hullámokat csapok a repülővel. És hát ugye a levegővel, amit kreál. Kellene próbálnom kicsit más szögből érkezni, hogy hát ha nem fog, akkor nagyon csúnyán lezuhanni. Négy darab packagja van. De elég csak egyet ledobni, remélem. Tehát egy helyre egyet. Lehet, hogy azért van négy, hogyha esetleg elbaltáznám, akkor tudjak még ledobni, mondjuk elég brutál. Ezért szerintem nem hinném, hogy olyan rohadtul olcsó cucc ez, szóval... Csak azért többet pakolni, hogy arra az esetre, hogyha esetleg elbasznám az... Júj, akkor menjenek máshova. Oké, ezt adottam. Még egy van hátra. Legalábbis remélem csak egy. Át a hegyeken. Lehet a játékért vettem valami kényelmesebb széket, és most akkor nem fájna annyira seggem. Na, gyerünk. Oké. Okay. Mi nem kell azon vinnem a repülőt? De, tudtam, kurva életbe. Pedig mentem volna tovább. From some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. How long you been up here anyway? You seem to know your way around. Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent.
Sandy Shores, few years, self-destructive right-wing misfits, meth, guns, incest. Closest I could find to the Midwest. Hú, de profi vagyok. Pont jó helyen álltam meg. Don. Kaptam egy kis extrát, mert igen, time bonus, meg accurate drop bonus, oké. Okay. Azért volt nekem furcsa, hogy nem pont annyit kaptam, mint amit ígértek. 7000-et ígértek a repülős küldetését, és kaptam 7250-et, ugye. Két darab bónusz, 125 dolláros tudsz miatt. Na, akkor kérek szépen egy járművt. Nem traktort, mert az lassú. Mondjuk az jó lett volna, de elment. Még elvég itt kellene... Erre csak ez mi ez? Ez jó lesz. Mi a tököm van ott? Na, ott van még mindig az a nagy állat, de mindegy, az jó lesz nekem. Menjünk akkor... Az a HS-hez. Ez szép hosszú út lesz. Sőt, ez annyira hosszú út, hogy szerintem inkább... Csak lehet, hogy... Hát megnézem akkor ezeket a kicsiket először. És csak ilyen mini küldetések általában. Segíts ennek, segíts annak, de mondjuk... Jó, mondjuk például amit ugye felvettem most, ez a celebek dolgait megtalálgatni, az ugye olyan küldetés, hogy azt így folyamatosan kell csinálni, tehát nem csak annyi, hogy megcsinálsz egy feladatot, és akkor le van tudva. Lehet, hogy ezek is, anyád, lehet, hogy ezek is olyan küldetések lesznek, megint egy rossz mozdulattal kimozdítottam az elemeket. Gyakorlatilag duct tape tartja össze az elem tartó cuccost benne, és kilóg egy ilyen kis szalag, de nem gáz egyébként. Tökéletesen működik attól. Én rezgést nem szoktam bekapcsolni a játékokban, mert nem szeretem, egyszerűen zavar, amikor így szétrázza a kezemet ugye hosszú játék után. Eléggé, tehát amikor régóta játszok, akkor már eléggé zavaró. Meg nem is tesz túlzottan jót. Hey bud, what you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, up here with you. Mit fogunk csinálni? Oh, Cletus. I got just a thing. Tipikus redneck név. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town have sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. Hol van itt? Jaa, megvan. Kiszúrja a szememet. Jó, kibaszunk velük. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea.